Áder János államfő április 3-ára írta ki az országgyűlési választásokat. Február 12-én kezdődik hivatalosan a kampány, akkortól gyűjthetnek ajánlásokat azok, akik indulni szeretnének. Erős Gábor fideszes jelölt szombaton több helyen, köztük Esztergomban, Nyergesújfalon és Dorogon is gyűjt majd. Csütörtökön érkezik a bankszámlára a családi adó visszatérítés azoknak, akik utalással kérték a kézbesítést. Az utalással folyósított összeg meghaladja az 561 milliárd forintot, ezt minden család legkésőbb hétfőig megkapja. Postai kézbesítéssel már 160 ezer család megkapta a közel 50 milliárd forintot, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Két lábatlani férfi egy italozást követően gyújtott fel egy parkoló munkagépet és egy autót egy helyi telepen február 6-án. A rendőrség közlése szerint tettükkel 9 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök 3 napon belül elfogták a 22 és a 30 éves férfit, akit előállítottak és rongálás miatt kihallgattak.